Április 30-áig minden érintett megkapta a papír alapú bevallási tervezetet, illetve kiegészítő nyilatkozatokat. Ezekkel a dokumentumokkal azonban teendő is van, hívta fel a figyelmet a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy azok kaptak ilyen tervezetet, akik külön kérték, vagy nem rendelkeznek elektronikus eléréssel, de azok is kaptak levelet, akiknek a tervezetében a munkáltatók, kifizetők hiányos, esetleg téves adatszolgáltatása miatt ellentmondás van. Kiegészítő nyilatkozat pedig abban az esetben lehet a postaládában, ha a hibátlan tervezet visszaigényelhető vagy befizetendő adót tartalmaz, és erről nyilatkozni kell. Át kell nézni ezt a bevallási tervezetet is, hogy pontosan egyeznek-e az adatok a saját nyilvántartással, a saját dokumentumokkal, és hogyha egyetért az adózó ezzel a bevallási tervezettel, akkor nincs további teendője. Hogyha visszautalás vagy fizetendő adó van, akkor az előbb elhangzottak szerint döntenie kell neki. Így május 20-án automatikusan bevallássá válik a tervezet, az egyéni vállalkozók, az őstermelők és az áfás magánszemélyek kivételével. Azoknak viszont, akik nem értenek egyet a tervezetben szereplő adatokkal, a 21 SZIA jelű nyomtatványon kell benyújtaniuk a bevallást. A dokumentumban egyébként az is feltüntethető, hogy az adózó melyik önkéntes pénztárhoz kívánja a rendelkezés összegét utalni, ha több pénztárnak is tagja volt. Ezek mellett pedig az 1+1%-ról is lehet nyilatkozni. A legegyszerűbb út az ugye az elektronikus rendelkezési út, de akinek nincs erre lehetősége, a papír alapon is meg tudja tenni ezt a rendelkezést. Minden olyan civil szervezet kaphat 1+1%-ot, aki regisztrált az adóhivatalnál, illetve a technikai számmal rendelkező vallási közösségek és a kiemelt költségvetési előirányzat. A vallási közösségek és idéntől a kiemelt költségvetési előirányzat technikai számára szóló nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg az adózó másként nem rendelkezik. A civil kedvezményezettek számára viszont a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is évente kell megtenni a felajánlást. A levél egyébként tartalmaz egy rövid tájékoztatót, de kérdés esetén felkereshetik az érdeklődők az adóhivatalt online és személyesen is.